Kárpátaljai Magyar Történelmi Egyházak vezetőivel találkozott Brenzovics László, a KMKSZ elnöke. Keresztszentelés a Beregszászi Görög Katolikus Kollégiumban. Minisztránsok találkozója Karácsfalván. Kárpátaljai görög katolikusok a csíksomjói búcsúban. Az ikonok jelentősége a keleti egyház életében. Ezek a hitélet témái a görög katolikus egyház mai műsorában. A Kárpátaljai Történelmi Egyházak vezetőivel egyeztetett Brenzovics László, a KMKSZ elnöke, az ukrán parlament képviselője. A személyes találkozó központi témája az egyházak társadalmi szerepvállalása volt. A felek egyetértettek abban, hogy a július 21-ére kiírt ukrajnai előrehozott parlamenti választások alkalmával mindenkinek élnie kell állampolgári jogával, és el kell mennie szavazni. Valamint fontos, hogy a választások tiszták legyenek. Minden csalásra és megvesztegetésre való próbálkozást el kell ítélni és el kell utasítani. A választásra gondol az ember, az életben nagyon sokszor szoktunk választani. Választ az ember különböző élethelyzetekbe, és hát a rövid távú és bizonyos szempontból hosszú távú céljaink elérése szempontjából a parlamenti választásoknak szerintem nagyon fontos a jelentősége. Kiváltképp arról kell ezekben a helyzetekben kiváltképp arról kell beszélni, hogy az embernek legyen lehetőleg egy elképzelése. És ennek az elképzelésnek mentén próbáljon szavazni. Én úgy gondolom, hogy amikor Ukrajnában parlamenti választásokra készül az ember, és kiváltképp, hogy ez egy ilyen hirtelennek tűnő, rendkívüli választási alkalom, akkor nagyon fontos az, hogy a kárpátai magyarság tudjon és akarjon összefogást mutatni. Úgy gondolom, hogy a magyaroknak nagyon gyakran az volt a problémája a magyar népnek, hogy ahányan voltak, annyi felé húztak. Talán itt az ideje, ha a Szentírás szavaival akarok érvelni, hogy itt az ideje, hogy felébredjünk álmunkból. Mert a lehetőségeink közelebb vannak, mint amikor hívők lettünk, vagy mint amikor magyarok lettünk, hogy az ember szedje össze magát, és végre próbáljon olyan embereket keresni a jelöltek között, akikre érdemes, és ha úgy gondolja, hogy rá fog szavazni, akkor ennek lesz értelme. Úgy gondolom, hogy magyar emberként senkinek nem fordul meg nem is kellene, hogy megforduljon a fejébe, hogy más nemzetiséghez tartozó jelöltre adja a szavazatát. Legyen az akár lista, legyen az akár egyéni jelölt. Nagyon fontosnak tartanám azt is, hogy ha már az ember egy valaki mellett ki kell, hogy vagy le kell, hogy adja a szavazatát, akkor nézze meg, hogy ez a valaki letette valamit a múltban az asztalra, vagy nem. Az ember, az okos ember ugye tanul a más hibájából, a buta a sajátjából, se nekünk azt kellene tanulnunk, hogy tanuljunk a saját hibáinkból, vagy esetleg azokból a hibás választásokból, amelyeket az elmúlt évek során, vagy évtizedek során a kárpátai magyarság elkövetett. Van ilyen magyarság szervezet, olyan magyarság szervezet. Én azt hiszem, hogy nem igazán arról van szó, hogy ki hova tartozik, hanem igazából arról van szó, ki az a hiteles ember, aki alkalmas és képes arra, hogy azokat az érdekeket, amely kárpátai magyarságunk szempontjából ma, meg a holnap, meg gyerekeink szempontjából képes úgy képviselni, hogy ez időt álljon. Keresztszentelési ünnepséget tartottak július 9-én Beregszászban az épülő Ortutai Elemér görögkatolikus szakkollégium udvarán. A szertartást magyar görögkatolikus lelkészek celebrálták Luscsák Nélus, a Munkácsi görögkatolikus egyházmegye segédpüspökének vezetésével. Az ünnepségen részt vett Brenzovics László parlamenti képviselő, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke, aki köszöntőjében felidézte az Ortutai Elemérhez fűződő emlékeit, az egykori lelkés sorsát, töretlen lelkesedését és példaértékű hitét. A szentelés után az épület kupolájára helyezték a keresztet. Ezt követően a jelenlévők belülről is megtekinthették az épület együttest.
Görögkatolikus egyházunknak a 1989-ben történt újjáéledése óta ez az első kollégiuma, főiskolai kollégiuma. Mindenképpen fontos, hogy megépüljön, hogy megszervezésre került, és nagyon fontos volt a felnőtt képzésünk szempontjából, hogy legyen egy olyan hely, ahol a saját hivatásunknak a gyakorlása mellett azokat a képzéseket el tudjuk végezni, hogy lelkileg is Kárpátaljához és az egyházhoz kapcsolódjanak ezek a fiatalok. Reményeink szerint ebben az évben be tudjuk fejezni az építkezést, reméljük, hogy átadásra is kerül, és a kollégiumot azok számára hoztuk létre, akik Beregszász felsőoktatási intézményeiben, elsősorban a Beregszászi Főiskolán, a Rákóczi Főiskolán tanulnak, de mindazoknak, akik a szakképzésben részt vesznek Beregszász szakképző intézményeiben, őket is várjuk majd a kollégiumban. Sajnos az új tanév kezdetére emberi számítás szerint nem tudunk elkészülni, de emberi számítás szerint a naptári évnek a végére, tehát ennek a tanévnek a másik szemeszterétől tudnak majd itt lakni a diákok. Egyházi jellegéből fakadóan azt a szellemiséget szeretnénk folytatni és átadni a diákok számára, amit egyrészt már gyakorlunk a jelenlegi szakkollégiumi rendszerünkben, hogy a diákjaink számára, az itt lakók számára már át tudjuk adni azt a szellemiséget, ami a görögkatolikus egyházhoz kapcsolja őket, a kárpátai magyarsághoz kapcsolja őket, kárpátai népeihez kapcsolja őket. Gyakorlatilag azt a szellemiséget, amit dr. Ortuta Jellemér, a kollégium névadója megfogalmazott önmaga számára, és amit gyakorolta az élete folyamán is a kárpátaljai népeknek az együttélése, szeretet, és hát természetesen ugye az egyházi hagyományainknak a gyakorlása mentén. Következő helyszínünk Karácsfalva, ahol megtartották a minisztránsok találkozóját. Majd élménybeszámoló következik a csíksomjói búcsúról. Végül az ikonok jelentőségéről ejtünk szót a keleti egyház életében. Hagyományosan a karácsfalvai Sztojka Sándor görögkatolikus líceumban rendezték az úrasztala mellett szolgáló minisztránsok találkozóját a görögkatolikus ifjúsági szervezet tagjainak közreműködésével. Pőszer Roland, mágyfalvai áldozópap, a rendezvény főszervezője elmondta, a találkozó legfőbb célja évről évre az, hogy megerősítsék a fiatalokat szolgálatukban és annak fontosságában, hiszen minden alkalommal, amikor felöltik minisztráns ruhájukat, az úrasztala, az oltár és a pap mellett állnak, s ezzel Isten szolgálják. Továbbá igyekeznek megerősíteni az ifjakat abban is, hogy szolgálatukat akkor is folytassák az életük minden területén, ha már kinőttek a minisztrálásból. A minisztráns találkozó már 9 évre tekint vissza, tehát ez a 9. alkalom, amikor megrendezzük. 2010-ben volt az első ilyen találkozó, aztán egy év különböző okoknál fogva elmaradt, de azóta folyamatosan megpróbáljuk ezt a fiatalok számára a napot megszervezni. Ez 8 évtől 16 éves korig próbáljuk a fiatalokat összeszedni, főleg azokat, akik az oltárnál szolgálnak, akik minisztrálnak, és minden évben 60-70 gyereket a Beregszász Esperesi Kerületből sikerül ide a Karácsfalvi Sztojka Sándor görögkatolikus líceumban elhozni. Volt már olyan, hogy 2 napos volt, péntek délutántól szombat délutánig, de most csak ilyen egynaposra sikeredett, különböző okokból kifolyólag. A találkozónak kezdetben is, és most is az a legfőbb célja, hogy a közösséget, a magyarságot és annak a megerősítését a gyerekekben előirányozzuk, vagy megerősítsük igazából, hogy ők legyenek azok majd az egyházunknak a jövő képei, akikből esetleg majd papok lesznek, majd egyháztanástagok, de legfőképpen, hogy jó keresztény emberek. Hiszen, hogyha végignézünk a papságon, vagy a kerületünk egyházközségeiben az egyháztanástagokon, akkor mindenki valamilyen formában gyerekkorától kötődik az egyházhoz, és hát a papoknak a nagy része is, vagy az egyház
háztartásoknak is a nagy részei, azok ott szolgáltak az oltárnál, még minisztránsok is, és ez is egy célunk, hogy kineveljük a jövő generációját, a jövő nemzedékét, már gyerekkortól fogva ezekben a gyerekekben. És hát a segítők is, akik bennünket segítenek, itt köszönetet szeretnék mondani a Bethlen Gábor alapnak, illetve a Beregszászi Esperesi kerületnek, illetve azoknak a segítőknek, a szeminárium kispapjainak, illetve más fiataloknak, akik eljöttek és segítették ezt a napot, hogy meg tudjuk szervezni, és hát természetesen nagyon szépen köszönöm meg a Karácsfalvi Sztorkasádor Örökatolikus Líceumnak, hogy mindezt lehetővé tette, hogy mi itt legyünk, 60-an, és megerősödjünk, megerősítsük a gyerekeket a szolgálatban. Az idei témánk az az életadó forrás, kapcsolódva egy kicsit a 2020-as eukarisztikus kongresszushoz, már egy kicsit elővételezve, hogy számunkra a legfőbb forrás az nem más, mint Jézus Krisztus, ebből kell táplálkoznunk, bármennyire is próbálnánk a világ fölkínálni különböző forrásokat, különböző forrás lehetőségeket, nekünk úgy is úgy, mint a fiataloknak és a gyerekeknek meg kell találnunk együtt közösen Krisztust, az életadó forrást. Volt egy előadás az életadó forrásnak a témakörében, amiben megpróbáltunk kiemelni és a gyerekeknek elmondani néhány olyan tanácsot, amiben a szolgálatokat meg tudják erősíteni. Aztán lesz majd egy ilyen játékos vetélkedő, délután egy ilyen sportos vetélkedő, kicsit felmérjük a szellemi képességüket, illetve a testi, fizikai képességüket. Nyilván minden olyan játék, mindig olyan játékot próbálunk kitalálni, amiben a gyerekek megpróbálják jól érezni magukat, és az egész napot Szent Liturgiával fogjuk majd zárni, amikor is hálát adunk ezért a napért, hálát adunk, hogy vannak fiataljaink, és hálát adunk az Úristennek, hogy benne minket erre a napra összehozott. Népes zarándokcsoport vett részt az idei csíksomlyói búcsún, a pápai szentmisén a kárpátaljai görögkatolikus egyház képviseletében. Közöttük volt Lődár Jenő atya is, aki azóta ezt az élményt a csodához foghatóként emlegeti. Letisztulnak, szép lassan letisztulnak az élmények. Az első, ami számomra megdöbbentő volt, hogy egy viszonylag nehéz út után, tehát nem csak a buszozásra gondolok, hogy több száz kilométert kellett a szerpentines úton buszban ülve megtenni, hanem akár arra is, amikor kiszálltunk, esett az eső, eláztunk, mindenünk vizes lett, sárba, több kilométert kellett gyalog megtenni, fel kellett mászni a nyerekbe, és mégis élményként pedig mondhatom azt, hogy ilyen megfogalmazhatatlan élmény, egy jó élmény marad meg, hogy ez egy csoda. Szerintem csak egy keresztény ember tudja megtapasztalni, hogy egy zarándokút minden fáradalmával együtt mekkora lelki feltöltődést tud jelenteni minden nehézség ellenére, hisz maga a kegyhelynek a légköre, az oda zarándokolt hívek, az imádság, ami úgy betöltötte a helyet és az egésznek a légkörét, az egy felejthetetlen élmény volt. Tehát jó volt így hazajönni. Igen, meglepő módon, ugye utólag kiderült, hogy több csoport is indult Kárpátaljáról. Valamelyikről tudtunk, valamelyikről ott helyszínen értesültünk, vagy találkoztunk velük, és jó élmény volt az, hogy kerestük egymást, és úgy látni, hogy Kárpátalja különböző szegleteiből felekezettől függetlenül is. Tehát hisz velünk a mi csoportunkkal is, tehát egy görögkatolikus egyházi csoport volt, annak ellenére voltak velünk római katolikusok, reformátusok, tehát hogy valahol Csíksomlyó volt egy olyan gyűjtőpont volt, ahol ami úgy összeszedte azokat a kárpátai embereket, akik valamit keresnek. Még sokszor maguk se tudják, hogy mit szeretnének találni, de talán csak a Jóisten, aki vezéli őket, vagy a Szentlélek, aki oda vezette őket, azt tudja, hogy ők mit keresnek, és jó volt ezekkel az emberekkel találkozni, látni. Rengeteg fiatal volt, rengeteg, nem csak Árpátalra, hanem úgy összességében rengeteg fiatal volt, és látni a fiataloknak a lelkesedését, a kitartását, megerősödhettünk ebben a rajtuk keresztül is. Biztos vagyok benne, hogy a mai
korban, amikor az emberi kapcsolataink, vagy a bármihez való viszonyulásunk az hogy egyre inkább virtuálissá válik, egyre inkább bármikor felrúghatóvá mondhatunk így is, hogy ha valami nem tetszik, akkor simán tovább lépek, kikapcsolom. Hogy ezek az élmények, ezek a valóban mély lelki élmények, ezek nem maradnak nyomtalanul, és úgy megtapasztalni, hogy teljesen más egy ilyen út, egy ilyen zarándokút, teljesen más egy ilyen imádság, teljesen más egy ilyen találkozás, mint amit a hétköznapokon megtapasztalnak, és ez egy olyan mély lelki élményként marad, amit azt hiszem, hogy egykönnyen nem fognak elfelejteni, és talán egy ilyen kis pontként lehet jelen az életükben, ahol emlékükben, vagy a gondolatokban mindig visszatérhetnek, és úgy segíthet nekik abban, hogy ne sodródjanak el. Tehát egy olyan biztos pont, ami ugye a parton vannak ezek, nem is tudom, minek hívják ezeket, a hajót kikötik, hogy ne sodorja el az ár. Nem tudom, ezt minek hívják, de hogy egy olyan pont, amihez lehet kötődni, és ami nem engedi, hogy az árral együtt sodródjak tovább. Nyilván valóan görögkatolikus emberként nagyon sokszor megfordultam már Máriapócson. Csíksomlyon nagyon, ugye ez volt az első alkalom, hogy a búcsún részt vettem. Csíksomlyon voltam már, de ezen a rendezvényen először voltam, és lelkületében nagyon is hasonlít a Máriapócsi gyalogos zarándoklatra, amikor ugyanúgy fáradunk, csak nem az esőben, hanem sokszor a nap melegében, a tűző napon teszünk meg több kilométert, de viszont az élmény, az a felüdülés, tehát a fizikai fáradtság ellenére olyan lelki felüdülést ad számunkra a Máriapócsi gyalogos zarándoklat, amit ehhez tudnék hasonlítani, hogy jó visszatérni. Az ember úgy jön haza, hogy legközelebb is ott akarok lenni. Tehát már rögtön aznap úgy szállunk fel a buszra, vagy úgy indulunk el hazafelé, hogy jövőre is ott akarok lenni, és vissza akarok menni. Ez egy fontos rész az életünkben. Nemrég ikonosztáz szentelést tartottak Forgolányban. A szent liturgia után Luscsák Nílust, a munkácsi görögkatolikus egyházmegye segédpüspökét az ikonok jelentőségéről, illetve püspöki tevékenységéről kérdeztük. Az ikonok tisztelete és maga az ikonfestészet is nagyon fontos részét képezi a keleti egyház életének, és már az egyház nagyon korai időszakában megjelent. Az ikonok történelmi útja nem volt könnyű, hiszen a bizánci birodalom idején, a képrombolás korában több császár is fellépett az ikonok tisztelete ellen. Számunkra viszont nagyon fontos az, mire tanítanak bennünket az ősatyák. Ismerjük Nagy Szent Vazú tanítását, hiszen egy új ikonosztáz megáldásakor is az ő szavait idézzük, miszerint egy ikontiszteletekor a tisztelet az ikonon ábrázoltnak szól. Ha mi például egy Krisztust ábrázoló ikont tisztelünk, akkor a mi tiszteletünk személyesen Krisztusra vonatkozik. Ha mi csókkal illetünk egy Isten szülőt ábrázoló ikont, akkor az ilyen formában kimutatott tiszteletünk az ikonon ábrázolt szűzanyára vonatkozik. Egyházunkban az ikontisztelet egy nagyon egészséges gyakorlat, hiszen ez a tisztelet minden esetben annak szól, akit az adott ikon ábrázol. Arra igyekszünk tanítani a híveket, beleértve a fiatalságot is, hogy az ikontisztelet és a hódolat ne legyen csupán egy üres cselekvés, hanem értsék, az ikon előttet hódolat a rajta ábrázoltnak szól. Manapság már a nyugati egyházban is elterjedt az ikonfestészet. Sokan jönnek hozzánk például Lengyelországból, ahol alapvetően római katolikus hagyomány dominál, hogy megtanulják tőlünk az ikonfestészet nagyon mély, lelki tartalommal bíró művészetét. Számunkra tehát az ikonfestészet nagyon fontos, és ahogy mondtam, ennek gyökerei a korai kereszténységből fakadnak. Miért fontos az, hogy a templomban legyen ikonosztáz? Ott ugye több ikon is van. Igen, ma egy kisebb ikonosztázt áldottunk meg. Ezen láthattunk egy képsort, amely általában minden templomban azonos, illetve egy az ünnepeket megjelenítő sort.
Az ikonosztás szerepe az, hogy jelképesen érthetővé tegye számunkra a keleti rítusú templom felépítését. Az ikonosztás elkülöníti a templom szentélyét a hívek terétől. Ennek nagyon mély, szimbolikus jelentősége van, ugyanis a szentélyben történik a vér nélküli áldozatbemutatás, azaz a Szent Mise, ahol a Szentlélek által megtörténik a kenyérnek és a bornak Krisztus testévé és vérévé történő átváltoztatása. A szentély ezen része számunkra mindig a mennyei Jeruzsálemet ábrázolja. Az Isten országát jelenti számunkra, ahol a pap Krisztust jeleníti meg. A templom azon része pedig, ahol a hívek vannak, az egyház azon részét jelképezi, amely még itt él a földi életben. Ezért is a templom egyfajta zarándoklatot jelenít meg számunkra. Az ember zarándoklatát, aki a földi életből az Isten országa felé, a földi templomból a mennyei felé tart. A mennyei templomból kapjuk a legszentebb oltári szentséget, amely építi az egyházat. Az eukarisztia a keresztény élet központja, ezért a templom szentélyi része az eget jelképezi, ahonnan eljön az Úr, hogy megáldjon bennünket. Az ikonosztáz egyfajta falként jelenik meg, ami elkülöníti a templomnak ezt a két részét, de természetesen csak jelképesen. Az ikonosztáz felszentelésekor mondott imában elhangzik, hogy az ikonokon a testi szemeinkkel olvashatjuk megváltásunk történetét. Mindaz, ami le van írva a Szentírásban, az ikonosztázon testi szemeink számára válik láthatóvá, ahhoz, hogy szemlélhessük Krisztus születésének, illetve szenvedésének történetét, melynek végén a keresztet láthatjuk, mely alatt ott áll az Isten szülő és János apostol. Az ikonosztáz tehát a megváltás történetet jeleníti meg, amit mi mérhetetlenül tisztelünk, hiszen mi mindannyian Isten hatalmas szeretetével megváltott emberek vagyunk. Önt 2013-ban szentelték püspökké. Vannak-e olyan pontok az eddigi életútján, amit kiemelne? Ну, звичайно, що номінація моя була в листопаді 2012 року. A kinevezésem még 2012. novemberében történt. A szentelést, melyre 2013. januárjában került sor, Milan Sasik megyéspüspök, Cyril Vasil érsek, a keleti egyházak kongregációjának titkára, és William Skurla Pittsburghi érsek metropolita végezte. Azóta már eltelt egy kis idő, már több mint 6 év. Most már 7. éve vagyok a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye segédpüspöke. Számomra nagy megtiszteltetés az, hogy a saját egyházmegyémben szolgálhatok, hiszen én Ungváron születtem és ott is nőttem fel. 1993-ban felvételiztem az ungvári Romzsa Tódor papnevelő intézetbe. Akkor olyan kegyelemben volt részem, hogy több alkalommal is személyesen elkísérhettem Szemedi János megyéspüspök urat, és magam is megtapasztalhattam, milyen nagy a mi egyházmegyénk, és milyen távolságok vannak benne. Akkor szemináristaként tanulmányozni kezdtem az egyházmegyénk távolabbi pontjait, és ami megérintett, hogy számos olyan nemzetiségünk van, mint például a magyar is, melynek a kerületében most is vagyunk, amely nagyon értékes kultúrával és hagyománnyal rendelkezik. Ez nagy kincs a számunkra. Nagy kihívást jelent a magyar nyelvű szent liturgiákon való részvétel, de igyekszem megtanulni. Az elmúlt 6 év az az időszak volt az életemben, amikor az Isten megmutatta nekem a Munkácsi Egyházmegye lakosságának és híveinek szépségét. Nagy tapasztalat számomra az egyházmegyénk fiataljaival és időseivel folytatott beszélgetések sokasága. Sok örömet jelentenek az egyházközségekben tett látogatásaim. Természetesen vannak kihívások és nehézségek is, amiket látok, mint például a fiataljaink elvándorlása. Gyakran találkozom a kisebb településeken a félig üres templomok jelenségével is. És hát engem, mint papot, mint püspököt nem hagynak idegen ezek a dolgok. De tudom, hogy Isten itt van közöttünk. A papjaink többsége, melyekből több mint 300 van az egyházmegyénkben, fiatal papok. Ők nagyon sokat tehetnek, különösen az ifjúság evangelizációja terén. Az evangelizációra az idősebb nemzedéknek is nagy szüksége van, hiszen a kommunizmus időszaka sok sebet ejtett a szüleink korosztályának lelkén, és ezért igénylik a katekizálást és az evangelizálást. Ebben a fiatal papjaink nagyon sokat segíthetnek. Mindez pedig nagy örömmel és reménnyel tölt el, hogy jó cél vezet minket. A fiatal papjaink életre való
bizonyítottsága pedig egyházunk öröme és büszkesége. Igyekezni fogunk folytatni az evangelizációt és egyházmegyünk szépségének bemutatását az embereknek. És hát igyekezni fogunk megtenni azt, amire a II. Vatikáni Zsinat szellemében az egyházunk buzdít minket, mégpedig az ökumenizmus megélésére, az ortodox, illetve a református egyházakkal való párbeszéd ápolására. Már most is sok pozitív eredményt értünk el, de még van mind dolgoznunk és van mit tanulnunk. Tanulnunk kell a nyitottságot, az őszinteséget és a többi egyházakkal való baráti kapcsolatok kiépítését.